Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag mindenki látja, hogy miről fogunk beszélni a Fedoráról. Beszeretném mutatni alapszinten a telepítést, illetve megnézzük, milyen programokat, milyen lehetőségeket kapunk, hogyha a Fedora alaptelepítést elvégezzük. Első lépésben felmegyünk az oldalukra, megnézzük, hogy a 38-as, amit én be fogok mutatni, az a legfrissebb. Nyilván fél év múlva már a 39-es újdonságairól olvasgathatunk. Ezzel a kis linkkel a Fedora magazinra tudsz ugorni. A cikk, ami tárgyalja, hogy mi az újdonság a 38-asba, lehet látni, hogy sok felhasználási területre készül. Természetesen bennünk az asztali felhasználás, ami igazából érdekel. A további információkat megszerezzük, elolvasuk, van dokumentációja, meg lehet tudod tölteni, nem nagy újdonság. Elolvashatod, hogy milyen szép dolgokat ír saját magáról, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Azt hiszem, akinek van egy kis Linuxos gyakorlata, tudja, ezek egy kaptafára készültek, mármint úgy értem, ezek a dicséretek. Szabad, ingyenes, stabil, állandóan szabad lesz, meg különben is. Szóval ezek egy érdekes dolgok kezdőknek. A következő, ami igazából érdekes, és kezdőnek mindenképp érdemes elolvasni, ezt a hármat, illetve azt mondom, hogy ha nagyon kezdő vagy, akkor a DNF rendszerről, a telepítős rendszerről, a csomagkezelői rendszerről van egy kis leírás, azt nyilván ismerni kell. Ami nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes átnézni, hogy bár én az alaprendszert, a gnómos alaprendszert fogom bemutatni, van KDE, XFC, i3, ez egy érdekes dolog, meg különben is sok egyéb. Hogyha neked olyan igényed van, hogy te Fedorát szeretnél használni és Cinnamonnal, van lehetőséged. Van egyéb speciális összeállítások is, ezeket megnézheted, hogyha éppen Pythonba akarsz te programozni, akkor azt töltöd le, azt az image-et töltöd le. Ami nagyon fontos, tudd azt, hogy vannak ilyenek, és választ ki az, ami neked tetszik, illetve ami neked szükséges. Alaprendszer, tehát az, ami a Fedora, és nem ezek a spinek pörgetések, az a GNOME-ra épül, nagyon kényelmes kis rendszer, de van lehetőség egyébre is. Azaz, nézzük is meg a telepítést, és egy-két szót szeretnék ejteni a GNOME-os verzióról. Nézzük is meg a telepítési környezetet, a virtuális gépet, 30 gigás gépet fogok létrehozni, gyakorlatilag ez bőven elég, hogyha valakinek helyhiánya van, én úgy gondolom, hogy egy 7-8 gigás géppel, virtuális géppel bőven el fog tudni indulni, megnézni ezt a rendszert, gyakorlatilag élőtelepítéshez azért 20, inkább 40 gigabyte tárhely kell, de indulásnak az 5-6-7-8, az bőven elegendő lesz. Létre is hoztam, gyakorlatilag ennyi. A következő lépés, elindítom a telepítést, gyakorlatilag 2 gigás memóriát fogok adni neki, az a leírás, hogy 2 gigával ő neki el kell indulni, el fog indulni, a telepítés le fog ezzel futni, nem fog gond lenni, a memória, ha több, az sokkal-sokkal jobb, illetve arra figyeljetek, hogy az internet kapcsolatotok azért normális legyen, hiszen jócskán le fog tölteni adatokat, azaz gyakorlatilag nem egy olyan gép lesz az, amivel dolgozni fogunk, ami egy hipermodern gép, és lehet látni majd, hogy ezzel is el fogunk tudni indulni. Elindul a telepítési folyamat, én természetesen a Start Fedora 38-ra fogok bökni. A következő lépés az, hogy várunk egy picike kis idő elteltével, elindul majd a telepítési folyamat, illetve megkapjuk a live rendszert, abból elindítom a telepítési folyamatot. Ha valaki a live rendszert szeretné nézegetni, nyilvánvalóan ő megteheti, de én ezt kiszoktam hagyni, mert ha már igazi telepítésre nincs kedvem, tehát merev lemezre, SSD kártyára rátelepíteni a rendszert, az az igazi vizsgálat, akkor inkább virtuális gépbe szoktam használni. Miért? Mert az azért megmutatja, hogy mit telepít, és nekem fontos az élőképről való futtatás, hasznos lehet, de nyilvánvalóan nem mindig járható út, illetve nem adja meg azt az igazi érzést, amit meg kell adnia ahhoz, hogy én úgy döntsem, hogy ezt használom. Oké, nyilván nem nézegetünk, ahogy beszéltem róla, inkább az installra fogok bökni, install, elindul az installáció,
Gyakorlatilag én nekem az a tapasztalatom, hogyha nem gondolkodik az ember semmin, tehát van egy kis gyakorlata, egy 10 perc alatt az én gépemre felmegy a Fedora. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon alkalmatos lehet arra, hogyha valami gond van a gépeddel, és már egy picit ismered a Linux rendszereket, ezt hamar fel tudod dobni. Hamar fel tudod dobni, ezt hamar tudod használni. Első lépés, természetesen kiválasztjuk a nyelvet, illetve az országot, automatikusan kiválassza, jó esetben, hogyha már van egy Linux telepítve a gépre, elméletileg megnézi, hogy milyen a beállítás, de hát te is ki tudod választani. Tovább, honosítás megvan, billentyűzet, idő, dátum, megvan, rendszer. A telepítési cél, nyilvánvalóan a telepítési cél, ahova te telepíted. Hogyha te kezdő vagy, és úgy gondolod, hogy neked igazából egy biztonságos telepítés kell, amúgy is biztonságos, hogyha jól csinálod, akkor a legegyszerűbb az, hogyha egy teljes lemezt, egy SSD kártyát erre rászánsz, és az egészet ezzel, hát hogy is mondjam, elfoglalod. Megcélozod, megmondod neki, hogy legyen szíves ide telepíteni, és hogyha nem akarsz semmi egyébbel foglalkozni, a automatikus választás számodra jó. Ez felrakja neked a rendszert, megcsinálja a swap partíciót, és nem kell semmi olyasmit tenned, ami, hogy is mondjam, túlmutat azon, hogy majd meglátjátok. Túlmutat azon, hogy nyomogatod a gombot, hogy oké, aztán föl fogja rakni. Ha ennél többet szeretnél, akkor itt van az egyéni telepítési rendszer, rábögsz, akkor kapod meg a lehetőséget, hogy váltasz a telepítés között, tehát kijelölöd a lemezt, még egyszer megnézed, hogy azt a lemezt jelölted ki, amit szeretnél, és az egyénire fogsz bökni, ha az egyénit szeretnéd, és utána készre böksz. Hát nyilvánvalóan nem leszünk még ezzel kész, hogyha egyéni a telepítés, megnézzük, mi van a kész ablak mögött. Gyakorlatilag mit tudunk? Azt mondja, hogy van egy új Fedora telepítési lehetőségünk, kattintson ide az automatikus létrehozásához, és megkérdezi, hogy milyen fájrendszert szeretnénk, illetve a saját adatok titkosítását. Én tesztrendszerben, meg igazából egyéb rendszerekben sem szoktam a saját adataimat titkosítani, mert hogyha valami probléma van a telepítésemmel, akkor sokkal egyszerűbb a home könyvtárat, az a saját adatoknak a tárhelyen állom, a home könyvtárat egyszerűen másolgatni, nem kell visszafejteni a titkosítást, hogyha probléma van, ami egy külön menet. Azaz, én ezt nem szoktam megcsinálni, hogy titkosítom. Oké, hozzáadhatsz partíciókat. Nézzük meg, hogy milyen segítséget ad a Fedora. Nyilván, hogyha valaki haladó, és nagyon mindent testre akar szabni, akkor azt kézzel is megteheti, de én azt gondolom, hogy a Fedora ezt nagyon jól áthidalta, hogy bele tudsz nyúlni a telepítési dolgokba, azaz a particionálásos dolgokba, de ad egy kis segítséget. Hát kattintsunk ide az automatikus létrehozáshoz, rákattintunk, mit hoz létre, gyakorlatilag a bootot, ezek azok, amik mindenképp kellenek, és akkor a rendszer kap ekkorát, BTRFS fájrendszer van, és a home könyvtárat létrehozza, csatolási pontot meg tudod adni, nyilvánvalóan, hogyha nincs valami extrém, olyan gondolatod, olyan hozzáértésed, hogy ezeken változtass, akkor értelemszerűen a home könyvtárat a home könyvtár alá fogod becsatolni. A következő lépés micsoda? Hát megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. A diszket megadtuk, a kapacitást megadtuk, az eszköztípust megadtuk, szabványos partíció, ez az X4-es LVM, és a BTRFS között szoktunk választani, én a BTRFS-t választom, és fájrendszert bizony megadhatod, és újra formálszod. Ennyi. Azaz nem jelent ez alapvetően semmi gondot, hozzáadhatsz, illetve elvehetsz, változtathatsz dolgokat, hozzáadunk egy akármit, csatolási pontot megadjuk, és a kívánt kapacitást meg tudjuk adni. Alapesetben a vár, illetve a swap alapozó területnek a méretét lehet megadni. Itt én azt mondom, hogyha neked nincs egyéb gondolatod, hogy a swap partíció, swap állomány akkora legyen, mint a memóriád, akkor nem kell ehhez hozzányúlnod. A swapot meg szeretnéd növelni, vagy esetleg csökkenteni a memória mérethez képest, akkor itt meg tudod tenni. Gyakorlatilag én azt mondom,
hogyha nincs egyéb gondolatod, akkor az automatikus beállítás lenne számodra megfelelő. Én a telepítést természetesen automata telepítési módba fogom bemutatni, azaz minden partíció választást, mármint az, hogy mekkora, mi és hogy legyen, rábízom a Fedorára, eddig nem volt vele semmi problémám, de itt a lehetőség természetesen, hogyha speciális igényeid vannak, azt is meg tudjuk csinálni. Most jön az a meglepetés, ami egyébként engem meglepett, a készre kattintva telepítési cél megadása billentyűzet idő újabb ellenőrzése után telepítés megkezdése meglepjön. Gyakorlatilag semmi egyéb választási lehetőségünk nincs. Azaz nem tudunk plusz programot telepíteni, nem kell semmi egyebet megadni, nem kell semmi egyébbel foglalkozni, egy alaprendszert fel fog rakni. Az alaprendszert majd ellenőrizni fogjuk, meg fogjuk nézni, hogy az megfelele nekünk. Én azt mondom, hogy kivágom azt a részt, amíg telepíti. Nyilvánvalóan ez egy 5-10 perces munka a géptől, az internetsebességtől, meg egyéb lemezgyorsaságtól fog függeni, azaz meg kell várni, hogy lefusson. Újraindítás után lefut az indítási folyamat, ez igazából minden gépnél így van, minden lehetőségnél így van. Indításkor egy normális felületet kapunk, jól kinéző felületet kapunk, gyakorlatilag a jelszó megadása mindenhol így működik. Nézzük meg a többi dolgot, általában ezeket nem tudom bemutatni, hogyha nem virtuális gépben dolgozunk, mivel hogy nekem nincs lehetőségem élő rendszerről felvételt készíteni, mielőtt elindul a rendszer, gyakorlatilag nagyon jól megoldották ezeket a dolgokat, mert itt van lehetőség billentyűszűrő, lassú billentyű, ragadós billentyű, nagy szöveg, nagyítás, nagy kontraszt. Tehát a látássérülteknek, akik esetlegesen ezeket a dolgokat nem látják olyan jól, azoknak van lehetőség egy picit kényelmessé tenni, nem az egész rendszert, azt ott be lehet állítani természetesen, később, hanem az indításkor a bejelentkezési felületet meg lehet adni. Ide kattintva választhatsz a GNOME különböző verziói közül a V-lendes, alapértelmezett, klasszikus GNOME kinézet, klasszikus GNOME kinézet Xorgon, tehát X-en, illetve GNOME Xorgon lehetőség között tudsz választani, mindegyiket nézd meg, jó? Mert egy picit eltérnek, illetve nagyon-nagyon kérdés, hogy a V-lendes, illetve az Xorgos GNOME-ot szeretnéd használni kinézetben, a kettő között nincs nagy különbség. Az újraindítás után megkapjuk a beállításokat. Elég érdekes elgondolás az, hogy például, ahogy a későbbiekben látjátok a jelszót, egyebet itt kell megadni, de hát nyilvánvalóan ők tudják, hogyan állítják össze a rendszerüket. Én úgy gondolom beállítás indítása. A beállítás indítása után két adatvédelmi dolgot kell megadni, hely meghatározó szolgáltatások. Elolvasod az adatvédelmi irányelvet, vagy nem, elgondolkodsz azon, hogy számodra fontos az, hogy meghatározza a gépet, hogy hol vagy, illetve a programok. Én úgy gondolom, hogy ez nem titok. A következő az automatikus hibajelentés. Én úgy gondolom, hogy az automatikus hibajelentést át kell gondolni. Megbízol ebben a vállalkozásban, ebben a disztribútorban, nyilvánvalóan azért mondtam, hogy vállalkozás, mert mögötte azért a Red Hat van, ő támogatja ezt a disztribúciót, megbízol-e benne annyira, hogy az adataidat biztonsággal kezeli. Nyilván, hogyha felteszed a Fedorát, legalábbis az én véleményem szerint, akkor értelemszerűen megbízunk benne, és az adatokat, illetve hibajelentéseket szívesen elküldjük, hát ha megnézik, javítanak a rendszeren. Logikus feltételezés, hogyha nem szeretnél hibajelentést küldeni, akkor erre kattintva kikapcsolhatod. A te döntésed következő. A következő harmadik féltől származó tárolók engedélyezése. Ahogy lehetett látni, illetve lehet látni, a honlapjukon 100%-osan free, szabad programokat terjesztenek ők csak a disztribúcióval. Én úgy gondolom, hogy ez a legtisztességesebb eljárás, külön van a kettő választva, őket sem érheti olyan vád, hogy olyat terjesztenek, amit nem szabad, illetve akinek ellenérzése van a harmadik féltől származó dolgokkal kapcsolatban, ő nincs rá kényszerítve, hogy esetlegesen utólag, telepítés után leszedegesse azokat a szörnyű dolgokat, ami harmadik féltől származnak, így kétfele van választva a szabad,
a Fedorába terjesztett, illetve harmadik féltől származó tárolókba lévő dolgok. Hát nyilván én szeretném ezt, ezt egyébként meg kell tenni. Logikusan érdemes ezt megtenni. Miért érdemes ezt megtenni? Azért érdemes természetesen megtenni, mert rengeteg olyan cucc van, ami nem teljesen szabad, használjuk, ingyenesen lehet használni. A terjesztési licenszen nem felel meg a Fedorának, így bizony nem teheti bele a saját, teljesen 100%-osan ingyenes részébe, így bizony harmadik féltől származó tárolókra támaszkodhatunk. Én azt mondom, megint itt egy kis hátteret szeretnék adni a dolognak, mint előbb az adatvédelmi dolgoknál, hogyha megbízol a Fedorában, vagy akármelyik disztribútorban, hogy felteszed a rendszerét, akkor igazából abba is megbízhatsz, hogy olyan tárolókat szedett össze, engedélyeztet veled egy gomb megnyomásával, amiket ő azért megvizsgált. Tehát nem a gagyi vacak, tele vacak dolgokkal, tele kémprogramokkal tárolókat fog engedélyeztetni. Én azt mondom, hogy neked kell eldönteni. Egyébként nyom meg, ez a legegyszerűbb. A következő lépés az online fiókhoz való csatlakozás. A leírásokat, illetve a lépéseket követve a Google-hoz meg egyébhez tudsz csatlakozni. Hogy csatlakoztatod-e a gépedet egy online fiókhoz, vagy nem, az a te dolgod. Szintén igaz, hogyha a szolgáltatásukat igénybe veszem, akkor lehet véleményem szerint hozzácsatlakozni az online fiókomhoz tartozó dolgokat, el tudjam érni a gépen belül, természetesen magad döntöd el. Én ezt kihagytam, a következő lépés, megadod a nevedet, ez legyen a Linux Laci, és a felhasználói nevem, hát bizony nem az, amit ő megadott, hanem legyen Laci, ez mindenképpen ez a felhasználói nevem, ezt én beállítottam mindenhol is. Oké, jelszó megadása, megadod a jelszót, logikus feltételezés, hogy nem három darab karakterből, három darab titkos kis A betűből adod meg, nyilván át tudod írni, és vedd észre, valahol itt kellene lenni. Ebbe a szakaszba kellene lenni a csiknak, és nem vörösnek lenni. Oké? Azt hiszem, ezt megbeszéltük, normális jelszavat kell adni, ami megjegyezhető, és te villám gyorsan egy kézzel be tudod gépelni. Itt nagyon figyelj arra, hogy a billentyűkiosztás olyan legyen mindig beállítva, amivel te a jelszót meg tudod adni. Tehát egy A, három darab A betűs jelszó nem feltétlenül kényelmes mondjuk egy USA, angol karakterű kiosztásnál, mert nem feltétlenül találod meg. Erre egy kicsit figyelni kell, én belefutottam abba, hogy oké, minden készen van, a Fedora Linux használatba vétele, hát a használatba vétele nem egy Uber valami, elindítod a rendszert. Ne felejtsd, nézed itt, hogy milyen lassú a rendszer, és valóban iszonyat lassú a rendszer, élőben nem annyi. Miért lassú itt? Miért tűnik neked egy kicsit lassúnak? Azért, mert 2 giga RAM-ot adtam ennek a virtuális gépnek. Nyilvánvalóan a QEMU, amit virtualizáláshoz én használok, számomra az a legegyszerűbb, indításkor, gépindításkor megadható lenne egy nagyobb memória, de nekem a leírás azt mondta, hogy 2 gigával is használható. Hát nyilvánvalóan ilyenkor az ember kipróbálja a 2 gigával való használatot is. Üdvözli önt a GNOME 44. Azaz 44-es GNOME-mal indulunk, ez az alapbeállítású rendszere, szuper! Azt kellem mondani, hogy ez egy szuper kis dolog, miért már a legfrissebb GNOME-ot kapjuk, a Fedora, ez a Fedora, amelyiket én használok, illetve most bemutatok, egy hónapos, nagyjából 1-2 hónapos, és a legújabb, jelen pillanatban a legújabb GNOME-ot adja, sok fejlesztés van benne, sok kényelmi dolgot belerakosgattak, szuper! Ez a Fedorának egyébként az egyik előnye, a őrendszerüknek, frissítési, upgrade-elési rendszerüknek az előnye, hogy így fél évenként jön ki a Fedora, és általában egy viszonylag kiforrott, de viszonylag új rendszert fogsz kapni GNOME vonalon. Én a GNOME-ot mind alapbeállítást szoktam bemutogatni, de ahogy lehetett látni, különböző pörgetéseik, különböző verziójuk azért van, és ott esetlegesen más
elgondolások mentén kapod meg a legfrissebbet, vagy a legstabilabbat, vagy a legszebbet, hát ők mindig kiválasztják azt az egyensúlyi állapotot, hogy azért ne buruljon fel a rendszer, de azért ne is egy két éves rendszered legyen. Oké, szeretnék kiismerni, hogy mi merre van, nézze meg a bemutatót. Bevallom neked őszintén, párszor telepítettem a Fedorát virtuális géphez, felkészüléshez, meg egyébhez, de az életben nem néztem meg ezt a videót, azaz a bemutató megtekintése nálam mindig kimarad, a köszönöm nemre bökök. Mit látunk? Kaptunk egy háttérképet, kaptunk egy kis bárt, amin a programok vannak, rögtön levesszük a gondolatot, hogy ez GNOME. Na hát ez nem egy nagy meglepetés volt, azt látjuk, hogy a Firefoxot telepíti, szuper. Hozzáteszem, a Firefox az egyik legjobb böngésző, ezt lehet vitatni, de sokan ezt adják, örülünk neki, ingyenes, jól működik. Kaptunk egy naptárt, nyilván a GNOME naptárja jó. Alapszintű naptárat kaptunk, egy kis jegyzetelési, előjegyzési lehetőségeink vannak, a következő dolog a fájlokat még kaptuk, ez a Nautilus, úgy hívják ezt a fájlkezelőt, rákattintunk, én alapvetően nem kedvelem azt, hogy fájlok, vagy szoftver. Ilyen elnevezéseket kapnak a programok, miért? Mert legyen neve Tunár, legyen neve Nautilus, legyen neve Nemo. Tudjam, hogy mit kapok, és nem a fájlok. Az olyan bizonytalan dolog, lehet, hogy tetszik nekem, lehet, hogy nem. Na hát kinézet, igazából a kinézete szép. A háttérhez illő kinézete van, megnézzük későbbiekben, hogy a KDE-hez rendelt programok hogyan néznek ki, de gyakorlatilag itt lehet látni azt, hogy a kinézet szép, nem egy csicsás hátteret kaptunk, az ikonok szépek, használhatóak. A dokumentum könyvtárba bemegyek, és létrehozok egy új mappát, aminek a neve legyen QQQ. Na hát a későbbiekben egy másodperc után megnézitek, észreveszitek, hogy miért érdekes. A GNOME-ba, a fájlok elnevezésű fájlkezelőben van egy olyan lehetőség, hogy kilistázod lista nézetben a könyvtárakat, és van egy olyan lehetőség, ami újdonság, és nekem nagyon hiányzott, hogy bizony egy fa nézetet is be tudok állítani. Hogyan állítom be a fa nézetet? Ide megyek, beállításokra megyek, a beállításokat nézzétek át, nem a GNOME használatáról beszélünk, hanem a Fedoráról, de erre ki kellett térni, mert ez nagyon-nagyon-nagyon megtetszett. Kinyitható mappák a lista nézetben, elég fura elnevezés, de hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy vannak ilyen kis háromszögek, amivel lenyitjuk a mappát. Tehát nem belépünk, hanem a fa nézetet ki tudtuk nyitani, és akkor ilyen fa nézetbe tudjuk nézegetni. Oké. Nagyon-nagyon szép dolog. A következő gondolat az, hogy sok embert zavar ez a világos nézet. Nyilván a GNOME-nak a lehetősége az, hogy van egy világos és egy sötét beállítása, tehát nem kell különböző egyéb lépéseket tenni, automatikusan, villámgyorsan inkább így mondom, át tudunk lépni sötétre. Ide megyünk föl, egyikre rákattintunk, akármelyikre rákattinthatsz, ez a kis blokk meg fog jelenni, sötét stílus és sötét stílus lett, ennyi. Mit látunk? A sötét stílus is jól néz ki. Rengeteg féle beállítási lehetőség van, nem GNOME-ról beszélünk most, csak rá szerettem volna mutatni, hogy a sötét stílus ilyen. Tehát át tudjuk váltani, szépen ezt becsukjuk, majd utána megnézzük a tevékenységet. Tevékenységnél a szoftverre bökünk, gyakorlatilag ez egy programtelepítési lehetőség, a használata viszonylag egyszerű, nem fogok kitérni rá. Ami számunkra jelen pillanatban fontos, egy KDS dolgot fogok én telepíteni, méghozzá ezt a kis KDS programot rákattintunk, telepítés. Figyeljük meg, már lehet, hogy itt nem fog működni, de rábökünk ide, és legördül egy menü. RPM-ből, tehát a saját tárolókból lehet telepíteni, hogyha be van kapcsolva a Flatpak lehetőség, akkor itt választhatsz, nem kényszeríti rád az egyiket, itt választhatsz, hogy Flatpakből, vagy pedig RPM saját tárolóból legyen telepítve, illetve több verzió is van. Oké, egy kis kitérő volt, és ez nekem nagyon tetszik a Fedorába.
bár eléggé önfejjen tudják létrehozni a rendszerüket. Időnként van olyan változtatás rendszer szinten, ami, hogy úgy mondjam, hirtelen történik, relatív hirtelen történik meg náluk. Bevezették a BTRFS file rendszert, egyéb ilyen, a Dockert kiszedték alapértelmezettségből, meg ilyesmiket meg szoktak csinálni, ami meglepi lehet egy-egy újabb telepítésnél. Na hát igen, ez egy hátránya Fedoránál, de az előnye az, hogy nem kényszeríti rád azt, hogy Snapből telepíts, hogy tárolóból telepíts, hanem a választást megadja, rábökünk a telepítésre, a telepítés elindul, számunkra jelen pillanatban ez nem is annyira érdekes. Miután a telepítés lefolyt, ide megyünk, megnézzük, hogy hol találjuk Kámai Monit, és elindul. Na hát el is indult. Gyakorlatilag nem azért akartam ezt megmutatni, hogy hű, ez micsoda nagy program, csak azt szerettem volna megmutatni, és nagyon fontos nekem, hogy akár a GNOME-hoz, a GTK-s, akár a Qt-s, akármilyen verziójú hátterű programot egyformán jeleníti meg. Nézzük is meg, hogy valóban a világos is egyformán, sötét stílus kikapcsoljuk, egyformán jeleníti meg. Miért fontos ez? A legtöbb disztribúció, ami valamivel készült, mondjuk GNOME-mal, KDE-vel, akármivel, elkészíti a saját GNOME-os, KDE-s, Cinnamon-os hátterét, mármint úgy értem, hogy kinézetét, egyébet, ami nagyon szépen néz ki. És hogyha abból a körből kilépünk, akkor azok a programok, ami abba a körbe, abba a kategóriába nem tartoznak bele, azok ocskán néznek ki, szarul néznek ki. Elnézést, hogy így mondom, de valóban erre figyelhetnének, hogyha én telepítek valamit, mondjuk a Fedorát, aminek a GNOME-os verzióját használom, akkor már legyen szíves úgy elkészíteni a rendszert, pár beállítást megtenni, hogy a másik verzió, tehát a KDE-s, GNOME-os, Qt-s, egyéb programok is szépen nézzenek ki. Miért? Mert ez elvárás. Maradjunk annyiba, hogy elvárás. Az, hogy valamit csinálunk, az nézzen ki jól. Oké, jön a tallózás, ezeket szépen becsukolgatjuk, és megnézzük, hogy milyen programokat kapunk. Gyakorlatilag elmondható, hogy a programok mennyisége kicsi. Nagyon-nagyon jó dolog. Régebben, legalábbis emlékeim szerint, több programot telepítettek, bár akkor a KDE-s verziót próbáltam ki, és én nagy-nagy örömmel fogadtam azt, hogy itt alig van, időzőjelben alig van programocska. Bemutató névjegyek, időjárás, órás, térképek, Fedora médiairól fényképek, videók. Egy fénykép nézegető, rendezgető kis cuccot kapunk, alapszintű dolog, kényelmes, kényelmes videók. Egy videó lejátszót kapunk, rákattintva megnézzük, hogy ő neki mi a leánykori neve. A sugó, és bejön más néven Totem. Egy alapszintű videó lejátszó, kényelmes, használható, de szerintem mindenki lecseréli a sajátjára. Számológép, LibreOffice. LibreOffice felrokták, szuper. Alapvetően mindenki ezt használja, vagy sokan ezt használják. Nem kell telepíteni szkenner, beállítások, nyilván a beállítások a GNOME. Beállító panel, rendszer, figyelő. Nézzük is meg, milyen rendszerfigyelőnk van. Folyamatok, erőforrások. Lehet látni, hogy egy viszonylag kis CPU felhasználást csinál. Vegyük észre, 4 darab CPU-t adtam neki, 4 darab rendszermagot, memória cserehely. Felhasználása nagyon-nagyon kényelmes, nagyon kicsi. A memória 1,3 GB-os, az összes kettőből nyilvánvalóan fut ez a program, illetve az alaprendszer. A cserehely felhasználása, egy 2 gigás gépnél a cserehely is, a swap is belekerül. Én azt mondom, hogy elfogadható, nem nagyon pici, de elfogadható rendszerfelhasználást kapunk. A GNOME eléggé normálisan kezeli az utóbbi időben a memóriát, illetve a processzort. Én úgy gondolom, hogy kényelmes. Oké, kapunk egy terminált, természetesen a GNOME-hoz rendelt terminált kapjuk meg. Akinek van kedve, cserélje le. Lemez használat, kapcsolatok, lemezek. Ezt mindenki ismeri, egy lemezformázó, lemez felcsatoló, lemezkezelő eszköz, ez a GNOME Disk. Ez egy kellemes kis cucc, én azt hiszem ez a legkényelmesebben használható. Úgy értem, hogy a legkényelmesebben használható kezdőknek, mert minden grafikusan van.
Kép, dokumentum megjelenítés, napló, karakterek, betűkészlet, hiba jelentés. Azt hiszem, nem vitték túlzásba a program telepítéseket, LibreOffice megvan, Sugo, persze, hogy van Cheese, webkamera kezelő eszköz, Rhythmbox, egy MP3 STB lejátszó szövegszerkesztő. Na hát ez valóban egy nagyon egyszerű szövegszerkesztő. Gyakorlatilag szövegeket tudunk vele szerkeszteni, de igazából egy komolyabb tevékenységre nem lesz alkalmatos. Én úgy gondolom, hogy ezt is leszoktuk cserélni. Ennyi. Gyakorlatilag ennyi programot kapunk. Összefoglalva, a telepítés nagyon egyszerű, gyakorlatilag egyetlen egy komolyabb kérdés van, hova telepítsd. Ha ezt nem tudod, akkor ne használj Linuxot, amíg nem vagy biztos benne, hogy arra a lemezre, arra a partícióra úgy akarod telepíteni, odáig nem kéne hozzányúlnod. Oké, egy alaptelepítést bemutattam, mindent automatikusan felrakott, tehát megcsinálta a partíciós tábládat, mindent szépen elkészített alapbeállítás. Alapbeállításon automata módon kívül van egy lehetőség arra, hogy te belenyúj a partíciókba, kényelmes. Ezen kívül semmi kérdést nem tesz fel telepítéskor, majd telepítés után megkérdezi nagyjából ez a lényeg a jelszót és a te nevedet, és utána indulhat is. A programkínálat kicsiny. Én azért szeretem ezeket a programkínálat kicsiny felkiáltású disztribúciókat, mert utána nem kell leszedni. Nem kell leszedni azokat a programokat, amik esetleg a disztribúció készítőjének tetszik, de nekem nem. Nekem nagyon bejönnek azok a disztribúciók, amely keveset telepítenek, majd én úgyis felrakom azt a programot, ami nekem kell. Nekem kell, és utána elindítom a használatát. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok, és úgy gondolom, hogy legalább virtuális gépbe érdemes a Fedorát kipróbálni. Miért? Mert egy kisebb telepítés van, 4,5 giga az alaptelepítés. Ebbe minden bent van, én úgy gondolom, hogy ennyit megér a rendszer, tudja azt, amit kell, kényelmes, nagy programkínálattal rendelkezik, kezdőknek, haladóknak teljesen megfelelő rendszer. Egy próbát megér. Sziasztok, sziasztok!